Mi évekkel ezelőtt találkoztunk először, és megcsodáltam már akkor az ékszereidet. Meg kell, hogy kérdeznem, hogy személyre szabottan, hogyha valaki esetleg eljut a közeledbe, eljut hozzád, akkor tudsz abban segíteni, hogy egy hölgynek, vagy akár egy úrnak is egy beszélgetés után személyre szabottan össze tudsz állítani olyan ásványokból neki ékszert, ami hasznos lehet az ő életében? Én azt gondolom, hogy igen, de mindig azt kérem, amikor találkozom mondjuk egy megrendelővel, hogy kirakok jó pár ásványt, nem érdekes, hogy mi a horoszkópja, hanem hogy mi az, amit megfog. Tehát az élethelyzetének megfelelően fogja megfogni a köveket, és ezt tényleg már tapasztalatból tudom, hogy ha éppen egy rózsaszint fog meg, akkor ugye az a szeretetről szól, ha egy pirosat fog meg, akkor az egzisztencia köve a piros, tehát hogy energiát ad, dinamikát ad, vagy éppen ha megfog egy hegyi kristályt, vagy egy gyöngyöt, hát az pedig az már egy picit a misztikus világ felé, tehát ott már elengedtük az anyagiakat, ott már a lélek a fontosabb. És így szoktuk összeállítani általában egy hölgynek, vagy akár egy úrnak azt az ékszert, ami esetleg hat rá, és amit szívesen visel. Az ásványoknak is többféle arcuk van, akár csak az emberi természetnek. Lehetnek szenvedélyesek, erőteljesek, dinamikusak, ugyan olyan tulajdonságok, melyeket azonnal láthatunk, de lehetnek lirikusak, lehetnek visszafogottak, csendesek, olyan tulajdonságok, amelyeket kevésbé látunk. Az ásványokkal már több ezer évvel ezelőtt gyógyítottak, harmonizáltak. Olyan országokban például, ahol erősen tűzött a nap, ott az intenzív, erőteljes színeknek nagyon nagy jelentése volt, mert élettel, egyéniséggel töltötte meg a tárgyat, és például az egyiptomi kultúrában egy tárgy természetének lényegi része volt a szín, a szín szinte szinonimája volt az anyagnak. Mert hiába mondom azt, hogy egy kő a te horoszkópot köve, nekem például a lila, és én nekem nincs hozzá közöm, tehát én például hegyi kristályos vagyok, meg türkiz vagyok, mert hogy a hegyi kristály például az a kövek köve, az a egyik legerősebb energetikailag az, aki azt szoktam mondani, hogy ez az ásmány, ez biztos, hogy filantróp, nem mizantróp. Ez mindenkinek segít. Pont a hegyi kristályról akartam veled beszélni, mert én is a férjemtől egyszer kórházból jöttem ki, és hozott nekem egy hegyi kristályt, egy hatalmas kő volt, és medál is mindig nálam volt, és imádtam is, hogy a hegyi kristály az egy olyan, lehet azt mondani, hogy annyira jó, tehát, hogy mindenkinek jó lehet, tehát egy olyan kristály. Azt szokták mondani, hogy csakra független ásvány, bármilyen ásványa lehet hordani, mert annak mindig csak erősíti az energiáját. A hegyi kristály az oldja az energiaklokokat. Tehát úgy is nevezik, hogy a nyugat gyémántja, de úgy is nevezik, hogy a kövek köve. Jól gondolom, hogy egy karkötő is nagyon jó, hogyha hegyi kristályt is mondjuk tartalmaz, és mellé oda van válogatva szépen, amire még az adott embernek szüksége van. Ez így van, ezért mondtam, hogy a hegyi kristály az minden kővel nagyon jól passzol, tehát hogyha föl akarom erősíteni mondjuk a lápiszlazulinak az erejét, vagy föl akarom erősíteni az ónixnak az erejét, akkor mindenféleképp hegyi kristályt szoktam hozzárakni. Te nagyon régóta foglalkozol a kristályokkal, és az ember megtanultál már mindent, amit csak lehetett. Hogy lehet ebben fejlődni? Hát ami le van róla írva, hogyan lehet ezeket az ismereteket bővíteni? Nem lehet megtanulni róla mindent, mivel 4000 ásvány van, és ez nem egy statikus szám, állandóan találnak új ásványokat. Tehát én a 4000-ből körülbelül talán 50-et vagy 100-at, ha ismerek. Tehát így, hogy ha kitűzöm, hogy amíg élek, addig megtanulom mind a 4000-et. Hát folyamatosan tanulok, mindig új ásványokat, most is hoztam olyan ásványokat, amiről még soha nem beszéltem. Tehát a spinelt például, azt még nem vásároltam, azzal még nem dolgoztam, azt még nem mutattam meg a közönségnek. Vagy például az alexandrit, amiről még soha nem beszéltem, és ez egy egész új ásvány, mert ezt 1830-ban találták csak meg. Tehát vannak olyan ásványok, amit már 4000 évvel ezelőtt is használtak, mint amuletként, mint szemmelverés ellen, vagy több ezer évvel ezelőtt készítettek belőlük ékszereket, de vannak olyan ásványok, amelyek csak mondjuk 100 évesek vagy 50 évesek, mert mondom, folyamatosan fedeznek fel új ásványokat.
Ezeknek az ásványoknak lehet annyira erős a hatásuk, hogy valaki nem bír egy bizonyos ásvánnyal, tehát például ugye, hogy te ezekkel dolgozol, van olyan ásvány, amivel te nem tudsz, mert egyszerűen nem jó neked azt fogni, vagy magad körül tartani. Nem, nekem olyan ásvány nincs, tehát én mindegyiket nagyon szeretem, de tudok olyat, aki például mondjuk egy lápiszlazulit nem tud viselni. A lápiszlazuli ugye az a hatodik szem, a hatodik csakrához tartozik, és az már egy picit úgy mondják, hogy ilyen misztikus kő, ilyen transzcendens kő, és annak nagyon-nagyon, tényleg nagyon erős ereje van, és van, aki megfogja, és ma azonnal le is rakja, mert mondta, hogy ez neki túl sok. Sokan szenvednek például attól a problémától, hogy nem tudnak kikapcsolni, ugye pörgős élet zajlik. Van valamilyen kő, ami segít egy kicsit ellazulni, megnyugtatja az embert? Hát mondtam, a hegyi kristály az ugye oldja az energiablokkokat, de például a vörös jáspist is használják meditáláshoz, de azért én mindig azt mondom, hogy ez az egyetlen alternatíva, tehát ez csak egy alternatíva, tehát a stressz ellen azért mondjuk ajánlom még az egészséges életmódot, a sportolást, és igen, mindent egybe, és akkor úgy működik. Tehát hogyha csak arra koncentrál valaki, hogy lesz neki egy hegyi kristály, és mellette stresszes életet él, biztos, hogy nem fog úgy hatni, igen.